Sziasztok! Most már eljöttem, hogy miért készül annyi videó autóban, mert ez egy nagyon nyugalmas pont az ember életében, főleg ha leparkol, úgy ahogy én is leparkoltam. Tehát ugye azért az vezetés is egyfajta levezető tevékenység, hogy az ember odafigyel, de mégis egy másik történet is megy a fejében, legalábbis nekem nagyon gyakran. Most azért jelentkezem be, így ebből a parkolóból, mert azt a csoportban, a Fejős Éva hivatalos oldalához kapcsolt Facebook csoportban már megosztottam, sőt egy részletet is közöltem belőle, hogy készül az új regényem, aminek a címét csak a csoport lakók tudják. A csoportról még annyit szeretnék mondani, hogy abban igazán lojális Fejős Éva olvasók vannak, olyanok, akik tényleg olvasták egy, két, három több könyvemet, akár mind a 22-t, bár már azt hiszem kiszámoltam, hogy mennyi van, lehet, hogy több mint 22, de mondjuk maradjunk most 22-nél, amit azért nevezek így csoportjában könyvnek, mert ugye van ebben regény, van ebben ilyen riportos, önéletrajzos, naplószerű történet is, és hát van két színező, amiben pedig ilyen vagy utazási, vagy egyéb történeteim olvashatóak. És hát akkor még van egy csomó ajándék füzet könyvekhez, ami csak a webshopunkban kapható, vagy volt kapható, mert ami kifogyott, az kifogyott. Na, tehát a Fejős Éva hivatalos oldalához kapcsolható csoport tagjai, azok már olvastak tőlem egy vagy több könyvet, szeretik a könyveimet, és kíváncsiak arra, hogy mi történik velem éppen. Úgyhogy velük osztottam meg először, hogy csak egy tánc, ugye az már ott van nálatok. Nagyon sokan olvastátok, szeretitek, és hát én már írom a téli regényt. A téli regény az az, ami télen fog megjelenni. A címét tehát csak a csoportban árultam el, viszont ez egy nagyon gyakori kérés részletekről, és most így, ahogy a Csak egy táncot olvastátok, és külditek nekem a fotókat, visszajelzéseket a regényről, nagyon-nagyon gyakori kérés részletekről, hogy jöjjön vissza a Csak egy tánc szereplőgárdája valamelyik új regényben. Én most elbúcsúztam tőlük, valahogy most kompletnek érzem, de nem mondom azt, hogy soha, már csak azért sem mondom azt, hogy soha, mert most ugye írom a téli regényt, és megtörtént az, amire sosem gondoltam, hogy olyan hősök jönnek vissza, akiket én már nem akartam visszahozni, mert azt gondoltam, hogy eleget tudok róluk, elegem van belőlük. Ezt persze mosolyjellel mondom, egy kis smiley-t képzeljetek ide, meg hát egyáltalán azt gondolom, hogy ez egy tök pozitív dolog, hogy már a hőseimből azért lett elegem, mert megmutattak magukból mindent. De aztán eljöttem, hogy nem mindent mutattak meg magukból, és nagyon meglepő módon oda kerekedett a történet elejére, a Hotel Baliból általatok sokat, nagyon sokatok által megkedvelt Dóra és Endrődi. Azért gondolom, hogy nem spoilerezek nagyon, mert a Hotel Balit szerintem nagyon sokan elolvastátok, mivel több mint 100 000 példány fogyott el belőle, és általában, aminek nagyon örülök, kölcsön adjátok a szeretteiteknek, barátnőiteknek még a kedvenc Fejős Éva könyveteket is, tehát azt gondolom, hogy nagyon sokan olvasták, ez az egyetlen igazi szerelmes regényem, bár most már így Csak egy tánc, meg azért a Karácsony New Yorkban kapcsán is azért ezt mondhatnám, tehát szerelmes regény, és hát Dóra visszakéreckedett, vagy visszajött egyszerűen, és azt gondolom, hogy van egy csomó minden, amit ki kell bontalom az ő kapcsolatukat illetően is, egy nagy szerelem sem lángol mindig ugyanazon a hőfokon, hát az övék sem. Már egy pár éve írtam, hogy szerintem válságba jutott egy kicsit a kapcsolatuk, ugye ők több regényben szerepeltek, a Hotel Bali után az Eper reggelire volt, utána pedig a Cuba Libre-ben, hát ott is azért talán epizód szerepnél fontosabb szerepet kaptak, de mindenképpen megjelentek abban is, és még egy-két regényben csak úgy felbukkantak. Tehát azt kell mondjam, hogy azért én sokat foglalkoztam velük, és egy picit velem is maradtak, és a kapcsolatukban van egy csomó minden, ami még kiaknázatlan. Hogy hova vezet az út, azt ugye nem tudom, mert azt tudjátok, hogy én sosem tervezem meg előre, hogy honnan, hová jutok, illetve a honnan az azért fontos. Tehát a honnan az az, hogy Dóra egy viszonylag új szállodát húz képpen
a válságból, már egy éve dolgozik ott, és a történet pedig terveim szerint 24 óra alatt fog játszódni, de természetesen, ahogy ezt megszoktátok tőlem, térben és időben is utazgatni fogunk, és hát elég sok szereplő lesz természetesen ebben a regényben is. Szóval nem tudom, hova jutunk, most nagyon-nagyon izgalmasak a kezdetek, aztán, hogy Péter hogy jön be, vagy például Judit, csak így mondom a hotelbali szereplőit, Judit visszajön-e, akinek ugye azért szenteltem egy rehabilitációs regényt, az Eper reggelire címűt, és hát ugye ő parfümőr lett. Azért gondolom, hogy lehet, hogy visszatér, mert egész egyszerűen ma volt egy olyan vágyam, hogy be kell menjek a Jo Malone-ba, ami mondjuk az egyik kedvenc parfüm márkám, de hogy ott szagolgassak illatokat, kevergessem, és hát ez lehet, hogy azt jelenti, hogy Judit a parfümőr is szeretne visszatérni. Majd meglátjuk, nem tudom, most még ott nem tartok. Nagyon remélem, hogy sokan örülnek, mert én most tényleg örömmel fogadtam az ő visszatérésüket, vagy hogy mondjam, egy kicsit ezt a hotelbali hangulatot. Persze már ennek a regénynek új hangulata lesz, meg hát azóta eltelt néhány év, 2008-ban jelent meg a hotelbali, most 2018-at írunk, tehát azért a történetben is 10 évvel később vagyunk, lássuk meg, hogy mit tud ez a 10 év, mit ért ez a 10 év, mondjuk akár csak párkapcsolatilag is a hőseimnél. Úgyhogy most én ezért jelentkeztem be, mert nagyon sokan kérdezitek, mikor külditek a fotót, hogy itt nyaraltok valamelyik könyvemmel, vagy akár több könyvemmel, és mondjuk a magazin nyári számával, és kérdezitek, hogy készül-e már a következő. Készül, igen, de persze én is élvezem a nyarat, állítólag jó hosszú nyarunk lesz, én ebben nagyon bízom. Nagyon szeretném, hogyha továbbra is küldenétek a nyaraló regényeimről és magatokról a képeket, akár hogyha a könyv viszel titeket nyaralni, mert fizikailag idén nem nyaraltok, vagy már visszajöttetek a nyaralásból. Szóval további szép napokat nektek, igyekszem írni a regényt, hogy minél előbb megjelenhessen, de hát mindig a vége az egy versenyfutás az idővel, amit nagyon szeretek, mert nagyon szeretem azt, amikor van rajtam egyfajta nyomás. Úgyhogy örülök, hogy így is találkoztunk. Sziasztok!